Sziasztok, üdvözlök mindenkit! A mindjárt kezdünk feliratot már látjátok, akik velünk tartak, élőben most már nem menjetek sehova, akár egy teát főzetek le, és tartsatok velünk, egy fél perc múlva kezdünk. Sziasztok, üdvözlök mindenkit, Méreg Attila vagyok, és Fáj Emesét köszönhetem itt a stúdióba. Szia, Emese, köszönöm szépen, hogy be tudtál jönni. Szia, sziasztok, nagyon örülök, hogy meghívtál. Nem zsákba macskát árulunk, uh -huh. azért a Borító képe az adásnak magáért beszélt. Színésznő van itt, akinek hála az égnek sok projektje fut most is, de még a jelent ne érintsünk, menjünk vissza az időbe. Itt a mikrofonon kívül, van azt mondom kamerán kívül, mikrofonon kívül mondta, hogy én is színházzal foglalkoztam, de nekem ez ilyen tinédzserként komoly hobbi volt, majd a főiskolán is valamennyire, hát elég szerves a része volt az életemnek. Nálad mi volt az a origó pont, ami így a színház fele elvarázsolt magával, úgyhogy a mai napig ez a varázslat tart. Meg tudod ezt fogalmazni? Hát pontosan nem tudom megmondani. Azt hiszem, hogy már egész Kis gyerekkorom óta nagyon szerettem játszani ilyen bábukkal, és pont most, mert felújítottuk az egyik szobánkat, és megtaláltam azt, találtam egy nagyon aranyos könyvet, amit a nagyapám írt rólam, vagyis hogy arról, hogy egyszer akkor még Tirolba éltünk, ugye én itt, én, én itt születtem Ausztriában, és amikor pici voltam, akkor mi Tirolba éltünk, és nagyapám eljött egy pár napig vigyázni rám, amikor ugyan, hát olyan két-három éves lehettem. És ott is írja, hogy, hogy már akkor nagyon szerettem rendezni a, a, a babákkal, az állatokkal, hogy ö, ugyanazt a mesét kellett mindig neki eljátszani. Szóval akkor tulajdonképpen én azt hiszem, akkor még rendeztem, és pontosan volt egy tervem, hogy mit, hogy kell eljátszani a mesét, vagy hogy kell elmondani a mesét. Szóval én azt hiszem, hogy már akkor elkezdődött, de itt tulajdonképpen nem is tudom, hát már az elemi iskolában ilyen kis szindarabokban szerepeltem. És már akkor érezted? Akkor benned volt, hogy hú, én ezt szeretném komolyabban akár hivatásszerűen csinálni, vagy ez így menet közben jött valami? Lehet, lehet, hogy úgy menet közben. Aztán úgy igazán, amikor szóval rájöttem, hogy van ilyen, hogy színház, és hogy ez egy foglalkozás is, az úgy, hát olyan szerintem 15-16 éves koromban volt, hogy valahogy úgy éreztem, hogy, hogy ez egy szuper dolog, és szeretném ezt csinálni. És akkor már a gimnáziumba jártam, ugye? És akkor váltottam, és egyszer a negyedik osztály, szóval itt nálunk ugye úgy van, hogy van az első, egytől nyolcig megyünk, és a negyedik osztály után átmentem egy másik gimnáziumba, és azt már tudom, hogy azt úgy választottam ki azért a, az Akadémise Gimnáziumot, mert ott volt egy ilyen. Szóval elég prominens ilyen teátergruppe annak idején, ahol felnőttek is játszottak, szóval ilyen ö, az ógörög szín darabokat játszották mindig, de ez ilyen nagyobb projektek voltak, és ezt valahogy láttam, vagy olvastam, vagy hallottam, és, és, ezért akartam én aztán tulajdonképpen abba az iskolába menni. Akkor a szüleid itt támogattak, meg látták benne, hogy hú, ez a gyerek tehetség, és akkor, akkor álljunk mögé? Hát, vagy akarapos ö... volt, hogy anya, én mindenképpen ezt akarom? Az édesanyám, igen, az mindig támogatott, persze. Igen, szóval, de nem, nem is akadályozták meg, mert azt hiszem, nagyon sokáig nem is vették komolyan. <laughs> azt hitték, hogy nagyon majd ez komolyan? El... É, viszont, Emlékszel, volt egy pont, amikor azt mondták, hogy hú, ez, ez tényleg egy pályának a Hát, amikor elke, elkezdtem járni a, a, a színésziskolába, itt a Sauspis Ulök Krauszra felvételiztem, azt előtte nem mondtam meg, csak utána. Miért nem? Nem tudom, mert valahogy úgy éreztem, hogy most ebből nem csinálok témát, először kipróbálom, hogy működik-e egyáltalán, felvesznek-e, vagy és aztán utána szólok valahogy, nem tudom. Mi lett, mi lett volna nem vesznek fel, akkor próbálkozol még párszor, vagy volt azt más? Azt hiszem, hát, igen, igen. Elkezdtem egyetemre járni, de az nagyon unalmas volt számom, szóval azt mi, Mi volt az, eh, amit eh, Germanisztika volt, eh, ez a teátavisszonsáft, és annak idején szóval egyszerűen nem is volt jó az a... Egyszerűen, amit, amit nyújtottak, unalmas volt, nagyon száraz... Eh, Érdekes volt, mert ott nem találtam így senkit se ilyen, szóval a baráti kört se tudtam ott valahogy szerezni, mert ugyan ott ültek velem a teáterviszőn, de egyik sem járt színházba, én voltam az egyetlen, aki, vagy talán még volt két-három másik, akik úgy elmentek esténként a Burg teáterbe, vagy szóval... Meddig jutottál, meddig bírtad, mikor hagytad ott az egyetemet? Hát úgy, azt hiszem két év után. Vá, wow, két évig azért adtál Igen, lesz, szóval lesz. az első uh, ilyen uh, stúdien absnittet, ezt annak idején úgy hívtuk, ezt azt még megcsináltam, aztán tulajdonképpen az volt a terv, hogy azt folytatom úgy mellette, de aztán abba hagytam, mert egyszerűen nem érdekelt. És akkor hát csak, hogy időt tudjam követni, tehát egyetemre jelentkezett 18 évesen, két évig egyetemen vagy, és Aha. akkor a Sauspiller be mikor jelentkeztél? Az? Azt hiszem 21 éves voltam. Tehát akkor nem egyből a gimi után. Nem, 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 nem. ott még fejlődni akartál, úgy érsz, hogy kevés, vagy nem merted megugrani ott? Hogy kell ezt elképzelni a 18-19 éves fájamesét? À, akkor azt még nem volt bennem annyi öntudat. Talán ez volt az, aztán, nem tudom, aztán az után először elmentem utazni, elmentünk a, a barátommal annak idején a Tomival elmentünk Indiába, hú, szóval hú, ilyen... Az izgi. Igen. Meghatározó élmény volt így a mából visszatekintve az a indiai utazó? Nagyon, utaz, nagyon. Mennyi idő volt? Kétszer is voltunk ott, e, úgy két hónapig? Csak utazás? Vagy csak, utazás csak utazás, igen. Hát meghatározó, tudom, mert amúgy ez egy utazós csatorna, csak hát a COVID miatt ja, ez igen. egy kibővült magazinműsor rá, de Aha. lehet, hogy egy külön adásban behívnak csak India miatt, de szerintem <laughs> az is megérne, főleg úgy, hogy kétszer voltál és -e meghatározó, de most Indiánból jöjjünk vissza akkor Ausztriába, tehát akkor egyetem, próbálkozol, két évet adtál neki, de felvettek az egyetem, felvettek a Schauspieler iskolába. Az akkor igen. egy olyan visszajelzés volt, hogy hatalmas erőt adott, hogy igen, ez az én utam, az hogy élted meg, mekkora katarzis volt, vagy mekkora élmény volt bejutni? Ö, nagyon örültem neki. én tulajdonképpen ez, oda jelentkeztem először, mert valahogy olyan szimpatikus volt ez egy ilyen nagyon pici iskola, de egy privát iskola, de mégis szóval olyan jó pofa hangulat volt ott, egyszer megnéztem egy ilyen előadást, hogy valahogy úgy éreztem, hogy itt talán jó helyen lennék, és igazából... És valóban, jó és helyen. valóban mert a mai napig van vannak barátaim abból az időben, szóval valahogy úgy... Még nagyon sok kapcsolat abból az időből így megmaradt, és egy nagyon jópofa időszak volt, szóval nagyon élveztem. És maga az, hogy te a te pályát, tehát nem uh, színház gazdasággal és germanisztikával fogsz foglalkozni. Az otdás, és akkor érezted, vagy az egyetem alatt, ahogy a héjak, tehát a hagymahéjak lekerültek róla, egyre többet foglalkoztál magaddal, egyre több tapasztalatod lett, elmélyültél ebbe a szakmába, akkor tudatosult benned, mert mindig a pályán vagy, se a Covid, semmi más nem tántorítottad, és hála az égnek téged. dolgozol sokat, hogy volt egy olyan pillanat, amikor úgy érezted, hogy igen, ez, ez az én utam, és, és ebben akarok maradni, és ezt, ezért akarok megtenni minden, mert mellett azért a ének tudásodat is fejlesztetett, tehát nagyon sok minden workshopokon részt vettél. Aha. Volt egy olyan pont, amikor érezted valami visszajelzés, darab, próba, bármi, amikor úgy érezted, hogy igen, ez, ez az én pályám, ez az én hivatásom, ha lehet ezzel ez, ez nagy szóval így élni? A, hát nem tudom, azt hiszem többször is volt. Mindjárt az elején az volt a szerencsém, hogy hogy a, a színi iskola után, szóval a végén em, volt egy ilyen casting, és em, Engemet választottak ki, szóval elmentem Berlinbe a színházba, le, az, a Schlosspark Teater Színház tagja lettem. Wow, a Egy... szerződést kapták őszínházba. Igen, igen. Az mennyire volt, nem tudom, emlékszel, hogy mondjuk mennyien végeztetek, és megkinek hogyan alakultotta abban az időben a karrierje? Sokan kaptak szerződést, sokan szabadúszok maradtak. Ez mennyi, vagy mennyire volt az általános, hogy szerződést kaptak az emberek? Hát. A, én nem is tudom, szóval ez nem, nem mindenhol egyforma. Ez egyébként minden, minden ilyen színi iskolán úgy van. Szóval a Max Reinhardt szeminálban is van olyan, hogy mondjuk járgánk, vagy szóval a ilyen osztály, ahol, ahol még a mai napig sokan dolgoznak, van olyan osztály, ahol már csak ketten vagy hárman. Az én időmből nagyon sok kolléga még megvan, többször is szoktunk így együtt dolgozni, vagy, vagy úgy, szóval számtalan olyan van, akit most például, akikkel Reichenauba is játszottam, hogy, az, hogy van egy pár, akiket még tényleg, akiket hát úgy kb. 20 év óta ismerek. És akkor ott voltál friss diplomával, mehettél Berlinbe, az egy, az egy Különleges élmény lehet, tehát, hogy Aha. akkor másik ország, lehetőség, tehát nem, nem, mert az mindenkinek az álláskeresés nem egy könnyű, főleg így a művészi területen, tehát azért az adhatott egy nagy svungot. Igen, igen. Annak sajnos két év után vége lett, mert megszűnt a színház, aztán még egy ideig ott, mert ugye aztán én ott éltem, ott laktam, és tulajdonképpen akkor a az volt a tervünk a férjemmel együtt, szóval ma, ma, ma a férjem akkor még nem volt az, de már nagyon régóta együtt vagyunk, és ő viszont német, és az volt valahogy a terv, ő is azt szerette volna, mert ő viszont a József Statti színházban a, szóval a fix tagja, a társulat tagja és ő föl akart mondani, vagyis hogy föl is mondott, és őnek is az volt a terve, hogy ő is szeretne Berlinbe élni. De ez valahogy aztán például ez nagyon nem jött össze. Szóval ebből valahogy nem jött sem, nem lett semmi, mert ő is mindig máshol kapott munkát, akkor egy időben Münchenbe játszott, meg ide-oda, meg aztán mégis megint visszajött Bécsbe. Um, ha hogy... jól értem, akkor távkapcsolatos, tehát te Berlin után visszajöttél Bécsből, ő meg ott maradt. Nem nagyon sokáig van. úgy volt hogy, volt, hogy én Berlinbe voltam, ő meg itt, aztán így ide-oda utaztunk. De ez valahogy jól, nagyon jól működött. Mi a titka? Tehát de nem egyszerű, hogy logisztika, naptár összepakolás, próba folyamatok, premierek, tehát így, így berendezkedtetek, és fiatalok voltatok, lendületesek, ez van, ezt kell szeretni alapon. Hát igen, valahogy nem is tudom, hát nem tudom, hogy ennek mi a titka, de ez nálunk nagyon jól működött, mert hát nem tudom. A titok, de jó lenne, Nem, nem titok, hanem egyszerűen nem tudom tulajdonképpen. mert ha tud, ha tudnám, akkor megmondanám szívesen, csak nem nem tudom pontosan, hogy miért. Hát meg kell bízni a másikba és. Hát szóval nem tudom, respektálni kell, hogy az egyik most itt van, másik ott van. De, De melyik, úgy, állapot, melyik állapotot szereted jobban? Bocsánat, szóval hogy amikor mondjuk fixen egy társulattagja vagy, vagy ugye szabadúszóságot? Vagy mind a kettő ilyen pro és kontra, mind a kettőnek van azért előnye, hátránya. Igen, úgy ahogy mondod, szóval az, az, az elsőnek az az előnye, ugye hogy nem kell törődni semmivel, jön a pénz, meg minden, viszont akkor Szerintem szóval van olyan is, hogy akkor mi, minden más ilyen dolgot, amit szeretnél például csinálni, forgatni, vagy mi, az aztán előfordulhat, hogy ezt le kell mondani. Úgyhogy a szabadúszónak meg az az, az, az előnye, hogy, hogy, hogy akkor minden, ha úgy összejön, van mindenre idő vagy lehetőség. Te említetted, és ezt tudom, más színésznővel is beszéltem erről, hogy volt, hogy mondjuk szereptől így elestél, mert mondjuk ő színházban voltál, mert nem engedett el a színház forgatás, hogy nem tudtál elmenni a próba folyamat más miatt? Nem, most ez, mert én ugye nem sokáig voltam ilyen fix uh, állásban, most ez velem nem fordult elő, de so, nagyon sok kollégával már előfordult. De hát szóval mindennek megvan az előnye, viszont ott van nekik, uh, havonta jön a pénzük, akkor neked összességben a szabadúszói létforma vált be. Ez, ez, ez jött be, úgy igazán, mert nagy többség. Igen, úgy... igen, de szóval megmondom őszintén, ha most me megkérnének valahol, akkor, akkor uh, szó. Hát hallgatják. De én szóval nagyon szeretek, ugye, ezt is dolgozni, meg azt is, hogy nagyon szeretem a színházat, de én nagyon szeretek forgatni, sőt, az lenne a kívánságom, hogy többet szeretnék forgatni. És e, ilyen hangstúdióba is járok, azt is nagyon szívesen csinálom. A reklámot, a, az e-learning tutorialt, vagy ilyen. Szóval ilyen kis Hangos könyvek, Igen, ilyesmit és nagyon szeretek csinálni, és tulajdonképpen most. Szóval azt az állapotot szeretem, hogy így ebből is van, abból is van hol ez van, hol az van, szóval most tényleg nem panaszkodhatok. A nézők látják a filmeket, most a filmek forognak, majd ha. fogunk arról is beszélni, de még egy picit még az érdekel, hogy a, a profilodban láttam, hogy te azért igen sokat fejlesztetted magad az énektudásodat, a casting workshopon is voltál, hogy ezeket fontosnak érezted, hogy volt, amit mondjuk a egyetemi évek alatt nem kaptad meg, vagy nem jutottál egy olyan szintre, szeretted volna az énektudásodat is olyan szintre hozni, hogy olyan szerepeket, karaktereket megkap, hogy a maga a tudás, a maga a, a, a tanulás neked mit jelentett, vagy jelent még a mai napig? Aha, szerintem ez egy nagyon fontos dolog, ugye, mert a színészi szakma az az egyetlen ilyen művészi szakma, ahol, az, ahol régen úgy volt, hogy azt mondtad, hogy na jó, hát én most három-négy évig jártam a színművészeti főiskolára, vagy az, a színi iskolába, és akkor utána én ezt tudom csinálni, és nem kell már tanulni semmit. Mindenki más, most mondok azt, a, aki például táncosok, vagy, vagy az énekesek, nem hagyják abba a tanulást egyszerűen négy év után, hanem Teljesen normális dolog az, hogy gyakorolni kell, vagy a zenész, például valaki zongorázik, nem hagyja abba az akadémia után, hogy azt, hogy gyakorol otthon. Szóval, um, és énekórára nagyon szeretek uh, járni, először is, de először is azért, hogy persze szerintem ez hozzátartozik a majd, szakmához. Majd napig amúgy jársz Járok, járok, igen, um, valami szerep miatt? Erről lehet mondani, hogy vagy csak szinten tart? Nem, csak úgy, mert mert szeretek énekelni, szeretem a zenét. Um, énekes darabok? Megtaláltok sok énekes darabok. Igen, már volt egyszer, hogy hogy énekelni is kellett, és akkor például nagyon jó volt, hogy hogy tudtam eljárni a, a, a tanárnőmhöz, és azzal együtt tanultam meg a amit hát el kellett énekelni. Most nem volt valami hú de milyen, nem tudom micsoda opera, vagy operet, vagy, vagy musical, de több szám is volt benne, ahol énekelnem kellett, is. Azt, azt például nagyon szerettem játszani. Máshogy megközelítve mondjuk, nem tudom, ez mennyire jellemző, hogy ö, ilyen énekes szerepekre is van casting, tehát kell jelentkezni, és, és jelentkeztél, vagy így megta, meg, 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 megkeresik a megfelelő embereket akár olyan honlapokon, mint amit most látnak a nézők, és akkor az összesítve ott van az adott karakterek életkor, amit keresnek az adott szerephez, tehát hogy ez így hogy néz, mert megleptél, hogy csak egy, tehát hogy énekelsz, van ének tudásod, de hogy csak egy énekes szereped volt, ez így meglepett. Igen, ez, szóval már többször előfordult, hogy kellett egy színdarabba énekel, énekelni, ez nem csak egyszer volt, e, és van Persze olyan casting is, vagyis, hogy azt úgy hívják, hogy audition, amikor ilyen musicalre keresnek szóval színészeket, de főleg az szerintem az egy, ez egy másik szakma. És ott vannak énekesek, ilyen musical dástellerek, akik ezt egyszerűen ezt csinálják húsz év óta, azok viszont néha nagyon megijednek, hogyha csak szöveget kell mondani, és nem szabad hozzá énekelni. Úgyhogy én szerintem Hát így egy kisebb szerepet azért azt merném vállalni, de most mondjuk egy egy nagy musicalben, egy nagy szerepet, azt hiszem, azt egyszerűen, azt, hát szóval az egyszerűen... Szóval az egy másik, hogy mondjam... Másik kategória, értem. Másik tehát kategória. Olyan. És ahogy nézem, meg a nézők is láthatják, hogy azért itt van hip-hop, meg jazz, tehát ez amúgy, ez is csak így valami miatt szívtad fel ezt a skill vagy csak így önszorgalom volt, tehát ez a hip-hopon amúgy meglepődtem, hogy hip-hop is be van itt írva. Igen, arra nagyon szeretek járni, abba a, a fitness stúdióba, ahova járok, ott mindig péntek este van egy ilyen hip-hop óra, és én azt valahogy nagyon szeretem. Um, de most nincs az, hogy én most föl tudnék lépni a hip-hop tudásommal valahol, de, de, de lehet, hogy, valami de lehet, hogy ha szóval ha kell, egyszerűen szeretek táncolni, szeretek mozogni, ezért ha kell, akkor, szóval képes vagyok arra, hogyha egy koreográfus például bejön, akkor is megmutat nekem valamit, hogy ezt meg tudom tanulni. Szóval erre például nagyon jó. Nagyon menő, nagyon menő. És itt ebben a profilban hogy nincs oda írva, hogy te neked azért van tiroli, tehát tiroli dialektusban is tudsz beszélni. nem, mi... sajnos már nem. Már ne... Ó, ez így kikopott. Igen. Ah, sajnos azt, azt, teljesen értem a mai napig, Szóval valamennyire értem, de sajnos beszélni már nem tudok. Holott, azt hiszem, amikor pici voltam, és ugye én két nyelvűen nőttem föl, az el, és akkor először volt, hogy a tiroliul beszéltem, meg magyarul. <laughs> Ez volt a kombináció. És aztán valahogy később, már aztán följöttünk Bécsbe, azt valahogy... Le, szóval, Kik, kikopott mondta. Kikopott, hogy... igen. Hát, te nézd, hogyha mondjuk lehet egy szerep miatt, azt mondják, hogy hú, vissza kéne hozni, azért vissza tudnád hozni. Kemény lehet, munkával. kemény munkával talán lehet, igen. Nem semmi. És akkor maradjunk így akkor a, a magyar nyelvtudás, meg a német nyelvtudás, hogy a szerepek szempontjából volt előny annak, hogy te mondjuk te magyarul is tudsz, így a pályafutásodban volt olyan karakter, ami miatt mondjuk emiatt választottak ki? Uh, még nem igazán. De volt most az egy ilyen diplomafilm volt, amit csináltam. Ott, ott magyarul uh, szóval én, én játszom Arra a. Még egy képet megmutathatom, ha van kép, akkor meg megkeresem szívesen. Igen. Mi volt a kép körülbelül? körülbelül tudom, ah, én? Az, amikor ott táncolunk, várjál csak abba a diszkóba? Diszkó, tánc, tudom, tudom, hol van. Igen, ez az, ez az. Én vagyok a mama és mellettem a lányom ő is egyébként így, ő is itt született, de és, és a szülei magyarok. És a film arról szól tulajdonképpen, hogy hát egy ilyen anya-lánya belüli konfliktusról van szó, családi konfliktusról van szó, és ugye a mama meg a lány mindig magyarul beszélnek egymással. És akkor például, szóval ezért kaptam ezt a szerepet, vagy ezért talált meg engemet a, a Nikol, aki rendezte a filmet, mert hát hallotta, hogy én tudok magyarul. A ami van köze Magyarországhoz, vagy miért magyar karakter, Erről tudsz valamit? Ja, de mert ő maga is, a Nikol is, aki, aki írta meg, rendezte a filmet, ő is, a, a, a mamája tényleg magyar, szóval ő is nem tud nagyon jól magyarul, ő már inkább olyan, hogy csak egy picit tanult meg. Akár egyszer, hogy lehet együtt bejöhetnétek. <laughs> akár, akár, akár. És akkor a munkák szempontjából, tehát így a, a profiljaidban, amik benne vannak a videó leírásában, kedves nézőink hallgatóink, ott fel van tüntetve, hogy te, meg egy beszéltük is az előbb, hogy felolvasol, akár e akár reklámokat, akár kiállításokon, hogy ilyen munkák azért megtalálnak így a magyar tudás, mert nagyon szépen beszélsz magyarul, tehát így Magyarországról vannak megkeresések? Ez lenne így a kérdés. Magyarországról most még nem annyira azon is uh, dolgozom, csak aztán ott tényleg például, amikor ezt elkezdtem ezzel um, nagyon intenzíven foglalkozni, akkor tényleg, akkor pont akkor jött közbe a Covid, Um, de most már párszor valahogy lett olyan munkám, hogy ilyen um, e-learning, vagy ilyen uh, szóval ilyen kis videókra készítettem, ilyen tanulási, vagy nem tudom, hogy mondjam, ilyen kis filmekre készítettem én ilyen magyar voice-overt. Most már párszor volt ilyen munka. Akkor ugye mindig elmegyek a mamámhoz, és őt megkérem, hogy szóval akkor ő velem föl, együtt fölkészül erre. <laughs> és ezt most már párszor csináltam. Szóval néha van. Hát legyen sok, legyen sok. És akkor keresnézzük, hallgat, én sok fotót, sok szerepet láthattatok. Egyről most már beszéltünk is, és most van egy aktuális, mindjárt meg is keresem, ez a. Még egy kicsit vissza ott volt. Hogy ez egy, egy filmforgatásról mondom. Igen, ez is egy film, egy ilyen ö, ö, vizsgafilm. Ezt most forgattuk, tavaly is, meg idén is. Hú, um, az jól elhúzódott. Igen, igen. Um, de ez is egy nagyon jó pofa munka volt. Én, én egyáltalán nagyon szeretek a, 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 a Bécsi Filmakadémivel együtt dolgozni, mert jó könyveket írnak, jól, nagyon jól csinálják, jó pofák. Hát meg a friss hús, a friss. Elődvon. Igen, igen, igen. És erről ugye, erről ott... a filmről mit lehet elmondani, meg lehet valahol esetleg nézni, tudom ezeket így Még mondani. nem, mert most ez készül. Ez tulajdonképpen egy, egy lánynak a vizsgafilmje, aki ilyen special effects, azt tanulja, annak lesz a diplomafilmje, és arról szól, hogy ez a szerep, ez a Józsefine úgy hívják a filmbe, ő egy ilyen kutató, és a, a, méhekkel foglalkozik, hogy hogy kommunikálnak a méhecskék egymással, és ezt próbálja kitalálni. Így, úgy is, így Hát 1911-ben játszódik. De komoly egy... büdzsége lehet. Tehát azt gondolom, a vizsgafilmek nagyon low budgetben mennek, de a ilyen... Igen, de ilyenre mindig kapnak pénzt. Ügyes, szóval, hogy és ez így... tök jó. Aha. És nagyon jó pofa volt, és aztán találkozik egy nővel, aki ad neki pénzt, és az a nő viszont ilyen mindenféle varázslással, szóval egy ilyen jópofa mese tulajdonképpen az lesz belőle, de amíg kész lesz a film, még egy ideig el fog tartani, mert e, most kezdődött az ugye az a munka, hogy, hogy ezeket a... Speciális effektusokat belerakják. Igen, azt belerakják, és azért az... Mi, az még érdekelne, hogy ez egy vizsgafilm, uh -huh. Speciális effektusok uh, szakon végez a rendező. Me, milyen hosszú, milyen terjedelmű ez a film, és mekkora, mondjuk te, mennyi forgatási napot töltöttél ott, főleg úgy, hogy ez még most is tart, tehát nem mm -hmm. egy hip-hop két nap alatt leforgatják. Nem, ez, ez nagyon sok munka volt, ez hát úgy össze-vissza gondolom, hogy 10, 15 napot biztos, hogy forgattam, hanem többet. Um, akkor az lehet egy fél órás, órás film is lesz a végén? Lehet, lehet. Hát nem, egy órá, nem nem hiszem, de egy úgy félórás. Ja, mert te vagy a főszereplő. Én akkor. vagyok a főszereplő. Csak ketten vagyunk, a, a Daniela meg én. Két nő szól, tulajdonképpen két nőről szól. És... És milyen speciális effektusok lesz, amit elmondhatsz persze, hogy spoiler nélkül is Igen, ilyen... az egyik képen látszott is, hogy ott van egy... Uh, a, a méhecskéknek a nem, a... nem ez, hanem egy másik fénykép. Van, közben, uh, van egy ilyen kosár. kosár az olyan, ahol lesz. Ha nem tárnám meg, akkor mondd csak el, mondj csak és akkor valahogy... De és ott van, szóval ott például mindig nyűzsögnek körül, körülötte a méhecskék. Vagy én akárhova megyek, a, a méhecskék mindig fognak engemet követni. És akkor azt a biciklin is például mindig így, és akkor, uh, hogy akkor hol erre repülnek, hol arra repülnek. Szóval főleg sok millió mihecskét kell majd megrajzolni, vagy nem is, hogy megrajzolni, hanem megcsinálni abba. Ott van. Á, ah, ez az. Igen. Há, értem, vissza és vissza. Hát az a tényleg van munka, tehát. Igen. Azt lemodellezni. Hát kemény fába vágta a rendezőt. Igen, a igen. Eszét, így elsőre. És lehet, hogy be lesz mutatva valahol, vagy majd küldözgetik majd valószínűleg ilyen-olyan-olyan fesztiválok. Igen, ugye ezekkel a filmekkel ez úgy van, hogy csak akkor lesz majd bemutató, ha már elküldték a filmet mindenféle ilyen fesztivál pályázat. Igen, kell. Igen, és hogyha egyszer, szóval valahol futott, valami fesztiválon futott, akkor meg szabad uh, mutatni. Meg hát, ha valaki megveszi, és akkor lehet igen, valami egész estésfilm film előtt megjátszák, vagy akár a -a. tévében. Hát ez izgi, nagyon izgin hangzik. Meg tényleg két szereplő viszi el a hátán, meg a méhecskék viszik el együtt. Igen, a, igen. A hátán a filmüket, de merész, merész így első filmesnek, de így a set azért nagyon-nagyon rendben van, tehát ügyes, meg hogy tényleg kaptak rá budget. Jó, ez volt akkor a, a második szerep, amit néztünk. Nézzük meg, ez műsoron kívül mondod, hogy erről a szerepről szeretnél beszélni. Erről a szerepről, erről a forgatáson mit lehet elmondani? Igen, ezt, azt nagyon élveztem, mert az, ez például egy olyan dolog volt, hogy itt e, tényleg egy magyar castingos talált meg engemet. Hol, hol vagyunk? A, ez, várjál, mikor volt ez? 2018? Nem. 2019-ben lett volna, és akkor jött a Covid, akkor egyszer el, maradt, aztán végén sikerült, én azt hiszem most ez 2020 szeptemberében volt, úgy, az, az én úgy emlékszem. És akkor Magyarországon forgattak. És ez olyan szerep volt, hogy ezt, a, ezt például azért kaptam, mert ugye Magyarországon rengeteget forgatnak ilyen nemzetközi produkciók. Igen, Főleg egy, a, egyeken, meg a Korda stúdióban, és ez valamelyik a kettő közül, vagy ez vidéken, vagy valami külső? Nem, ez Pesten volt. Uh -huh. És ez egy, egy német produkció volt, egy német sorozat, úgy hívják, hogy Billion Dollar Code, egy német Netflix sorozat. Ám, majd ebből mutatok a kis részét. Aha, a doktor, ab, igen, a doktor, az a doktor, igen. És egy, ugye ilyenkor azt szokták csinálni, hogy persze a főszereplők, gondolom vagy Amerikából, vagy ebben az esetben most Németországból jöttek, de Igyekeznek nagyon, ugye, ha már Pesten forgatnak, vagy Magyarországon forgatnak, hogy ilyen kisebb szerepeket azért um, keresnek magyar színészeket is, akik tudnak angolul vagy németül. És én valahogy um, szerencsém volt, és egy ilyen castingos engemet megtalált, um, és így jutottam ehhez a szerephez. Jó és ez, volt, jó élmény És ez, volt, ez nagyon, nagyon szuper profi. volt. Egyszerűen szóval nagyon fantasztikus volt a stáb, mert ugye Magyarországon nagyon sok nagyon jó ilyen operatőr van, meg akik így a filmnél dolgoznak, szóval ragyogó munkát végeznek. Tudják ezek a nemzetközi produkciók, hogy miért forgatnak ott. És ez tényleg szóval nagyon profi volt, sőt, és ez a fotó azért van, mert ö, ilyen saját trailerem volt az, az nap, és azt persze nagyon élveztem. És magára a filmről mit mondhatsz? Nem tudom, ez fut már a Netflixen? Köszönöm. Ez már fut a Netflixen, igen. A szerep egy ilyen orvos játszottam, aki, mert az egyik ilyen fiatal férfi megbolondul, és beviszik a kórházba, és én voltam az orvos nő, aki a barátjának elmondja, hogy mi baja ez volt a forgatás, és maga a casting cég, itt az érdekelne, amit így el lehet el, vagy érdemes erről elmesélni, hogy oké, okay, neked van a profilod, meg tehát ez a casting cég, de velük mondjuk, hogy hello, itt vagyok, nagyon szívesen dolgoznék, alkalmas vagyok, hogy ezt a kapcsolatot, kapcsolati rendszert, hálózatot építeni, hogy akár még több hasonló forgatás, vagyjuk tudják, hogy ki vagy, ha kell, akkor megtalálnak, vagy ezeket így érdemes ápolni, értemes dolgozni érte, hogy gondoljanak rá, hogyha mondjuk, for... Mert tényleg nagyon sokat forgatnak Magyarországon ilyen Aha. Hogy működik ennek így a, a, a hálózata vagy a, a háttere. Ez eltartott egy ideig, amíg én ezt így valahogy kisütöttem, hogy ez Magyarországon hogy működik, mert itt Ausztriában ja, van különbsz, van különbsz, nagy különbség, Nagy különbség van. Itt Ausztriában meg Németországban van egy fix struktúra, hogy ezt hogy csinálják. És ez gondolom, hogy Magyarországon is van, de nem, nem annyira nyilvános, szóval itt a, a mi nyelvterületünkön úgy van, hogy vannak ugye ezek az adatbázisok, a filmmakers, a Schauspieler videos, vagy az Italenta, ilyesmik már mindig is léteztek. Um, minden castingosnak van honlapja, szóval olyan nagyon nyilvános, hogy, ez, hogy hova kell küldeni, mit, um, és ezt Magyarországon ugye gondolom, hát már annyira pici tulajdonképpen, vagy annyira egy zárt kör. Gondolom a magyar színészek ezt mind tudják, és mindenki mindenkit ismer. Nekem először egy ki kellett kutatni, hogy úgy mondjam, hogy ez hogy működik, de aztán most sikerült, szóval egyre jobban azt hiszem, most én tudom, hogy, hogy ki mit csinál, mindenhol jelentkeztem is, sőt, de akkor is, amikor ezt pont nagyon intenzíven akartam, tulajdonképpen elkezdeni, és akartam ugye egy ideig, egy ideig menni Pestre, pont akkor jött ez a COVID, és akkor valahogy ugye ez most nem sikerült úgy még eddig megvalósítani, ahogy tulajdonképpen szeretném, de viszont közben csináltak Magyarországon is egy ilyen adatbázist a színészeknek, úgy hívják, hogy szabadszínész.hu, és azon például, szóval abban az adatbázisban ben vagyok, és így, hogyha van valami új fényképek, vagy valami, akkor azért a, azoknak a castingosoknak, akiket ismerek, E, persze elküldöm az anyagot. Itt ez egy érdekes gondolat, hogy ott az mennyire volt, vagy lett volna nagy lépés, vagy hogy jött az ötlet, hogy akkor Magyarország, vagy, vagy miért akartam megpróbálni, Magyarországra hazaköltözni, hogy úgy láthatod, hogy ott annyi munka, annyi lehetőség, annyi forgatás, vagy uh, hatásos, vagy érdemes lett volna hazakölt, hogy Magyarországra költözni munkák miatt? Nem, hát soha ezt ezen én nem gondolkodtam, mert uh, én főleg német színésznő vagyok, most megmondom őszintén, vagyis, hogy én nagyon szeretnék Magyarországon dolgozni, de hát szóval Magyarországon belül is gondolom van olyan színész, aki nem Pesten lakik, és hogyha valami van, akkor fölül a vonatra. Na most én is azt gondolom magamban, hogy én itt lakom Bécsbe, de ha valami van, lakhatási lehetőségem van, Ugye, mert uh, unokatestvéreim vannak, meg minden szóval akár bárhol lakhat, tudok lakni egy ideig is, és akkor fölülök a vonatra, és két és fél óra alatt ott vagyok, hát szóval. Hát akkor lehet, hogy valamit én félre, amit mondtál, hogy így valamit így mondta, hogy lehet, hogy akkor akartál Budapestre menni, vagy akkor csak munkák miatt akartál. Itt nem csak így, hogy bemutatkozzak, és mm -hmm. hogy, hogy amúgy személyesen amúgy... is. Amúgy fura ez a szabad most így már mutatom akár a nézőknek, hogy be kell regisztrálni, tehát hogy én külsősként így nem is... Igen. Tehát ez olyan fura, hogy így nem tudlak megkeresni, tehát hogy most mi vagyok, ki vagyok, tehát így, ja bocsánat, mutatom neked is, tehát hogy amatőr vagyok, úgy, úgy azt látják a nézők. Igen. A nézőkben, de szabad ha beírjátok, nem, nem, tudlak, nem tudtam rákeresni a nevedre. Tehát, hogy mi a profilod, be kell regisztrálni. Jó, lehet, hogy nem, hogy nem fizetős a regisztráció, most ezzel nem foglalkozok, csak így, így fura, mert mondjuk németül simán megtaláltalak. Igen, igen, szóval ez az adatbázis valahogy mégis hogy működik. Üm, én azt hiszem, én el tudom küldeni a profilomat én saját magam e-mailben valakinek, uh -huh. de így, hogy hogy mint például az Italenta működik, vagy a Sauspilla videosde hogy akkor ugye minden, hogy nyilvános, és mindenki mindenkit megtalálhat, ez azt hiszem nem olyan... Na mindegy, de van a Magyarországon is ilyen. Menjünk a következő szerepre, megkeresem addig így nyugodtan egy kortyot, szemegyünk, és ez most aktuális volt. Igen, ez volt a nyáron. Ja, bocsánat, visszamegyek és kimerevítem. Itt vagyunk. Akkor ez egy friss élmény. Igen, ez egy nagyon szuper em, előadás volt. Ez a, úgy hívják, hogy Des Teufels General németül. A Karl Cukmeyer írta a darabot. Em, az ördög tábornoka, azt hiszem a magyar címe az. És ez egy tök jó munka volt. Már annyira jó volt a csapat, a kollégák, tényleg nagyon jól megvoltunk, és nagyon nagy siker volt az egész. Em, ezt nagyon élveztem most a nyáron. <laughs> Ugye, meg szóval aztán tényleg két év út nem csinálás, de semmit nem csinálás után ez egy tök jó élmény volt. Egy filmet találtam, most így a telefonon azt most én nem mutatom, de majd lehetőleg leírásba belerakom. Így mit lehet a darabról elmondani, a te karakteredről? Ja, én voltam a, a tábornoknak a. Mm, a régebbi időkből így egyszer együtt voltak, szóval szeretője volt, most ez inkább egy ilyen barátságféle kapcsolatban vannak még, és az én szerepem, szóval az Olivia Geis, egy, egyébként egy operett énekes nő a darabban az van, hogy ő egy ilyen sztár annak idején, mert az, a darab 1944-ben játszódik. És ö, ezzel a tábornokkal együtt ö, én, az, 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 ez az Olivia, ö, így ö, zsidóknak segít, segítenek menekülni tulajdonképpen. Ezzel együtt a tábornokkal együtt így szervezi a háttérbe, hogy meneküljen, ö, tudjanak menekülni a, a barátok vagy a, a, az ismerősök. Értem, hát mert biztos különleges. Meg így a hatásos, a, a, a nem a díszlet, hanem maga a, kaszti, a kosztümök. Aha. Biztos nem lehet, nem olyan, biztos fura lehet azért ilyen, ilyen díszlet. Nem tudom, a díszlet az, hogy nézett ki, pont olyan kép. Nézett. Nem volt díszlet tulajdon, mert ez, egy, ez is um, volt, ugye Festspiele Reichenau, ahol többször már játszottam. És ez olyan a színpad, hogy csak középen van, aztán volt azt hiszem egy íróasztal, meg még valami bútor, de nincs különben nem volt semmi. És hát ezek a, a minimalista Minimalista ja. volt. Uh -huh. Következő szerep, az mindjárt meg is lesz. Igen, ez ez, ez 2009-ben volt. Ezt is nagyon szerettem, ezt a. Maria Happel rendezte annak idején, aki most ugye az igazgatónője ennek a fesztiválnak, ő lett a vezetője. Ez egy ilyen regényből csinált színdarab, nem tudom, hogy ezt németül azt mondjuk, hogy eine dramatisierung. Adaptant. ilyen Igen, a Strudelhof Stiege von Doderer, ez egy nagyon-nagyon vastag könyv, <laughs> de, de, a de nagyon szuper regény, mindenkinek tudom ajánlani, csak nagyon sok türelem kell hozzá, mert rengeteg szereplő van benne. Hát akkor tiszta ilyen száz év Igen, jó. igen, igen. De ez is egy nagyon szuper munka volt. Ez fönn volt egy, a fönt a szemeringen van egy ilyen nagyon régi Hotel, a szüdbán hotel, ami már régen nem üzemel, hot, mint hotel, de most már évek óta úgy szóval arra használják, hogy ilyen kulturális rendezvények vannak, vannak bent aztán. És itt említetted a műsor elején, hogy te nagyon szívesen filmezni, és akkor most a film részleteket újból mutatnám, hogy számodra a színház és film milyen különbségek, marginális különbségek, hasonlóságok vannak, és miért mondasz, hogy inkább filmezni? Tehát mi szól a filmezés mellett nálad? Mm nagyon szeretem szóval ezt, a, azt, a, ezt a minimalizmust, és az, a, szóval a, a, kamerával játszani, szóval ezt a finom, a, azt a, ezeket a finomságokat szeretem. És Hát színpadon nehezebb, amikor mondjuk nézők messzebb ülnek, tényleg a hanggal, a tehát egy, egy, film, egy lencs az... Ez szóval... teljesen más hangulat van e, tulajdonképpen egy filmszetten, és szóval én ezt nagyon szeretem csinálni, de most nem, nem mondom azt, hogy már nem, szeret, nem, már nem szeretnék színházban dolgozni, vagy, vagy szerepelni, Persze, és inkább, mind a kettőt mert mind a kettőt a... nagyon szeretem, de szóval és most, pont a múlt héten forgattam is egy osztrák sorozatban. Hú, mit lehet arról elmondani? Azt, a sorozatot úgy hívják, hogy Blinde Mittelt, nem tudom, ismered -e, de van egy ilyen rendőr, egy rendőr, aki vak, és akkor van egy asszisztens nője. Szóval abba lesz majd. Egy fontos karaktert kaptál meg? Blinde? Hogy volt? Blinde? Blind, a... blind a Mittelt úgy hívják. Ja, mit. Már régóta fut a sorozat, de ugye most megint forgatnak két, két részt, azt hiszem. És ott egy nagyon szép jelenetet a rendőr, vagyis hogy a, a igen, egy kolléganővel, aki... Akkor csak, is csak, is egy, csak egy epizód szerep volt. Igen, igen, igen. Hát, hát, a más karaktere meg visszahívnak ebbe a sorozatba, parókával vagy bármivel. Tehát Aha. ez egy nagyon profi kis sorozatnak tűnik. Nem, nem nagyon nézek tévét, nem tudom, ez hol fut, mín fut, csak. Ez az osztrák tévében, meg azt hiszem a német tévében is szokott. És aktuálisan még milyen forgatáson vagy túl? Mit fognak esetleg bemutatni a közeljövőben? valamiről tudsz, van információd? Aztán most még egy ilyen, egy osztrák mozifilmben forgattam. Krapitálom. Ott is egy orvosnő voltam, aki a, a, a gyerekeket, mert a, a film gyerekekről szól tulajdonképpen, és a gyerekek ott várnak a kórházba a mamájukra, és akkor oda megyek hozzájuk, és így vigasztalom őket tulajdonképpen. Az is ugyancsak egy jelenet volt, de hát így e, de lépésről itt amok, lépésre. lépésre. hogy nézzük ó, csak egy jelenet, de hát az akár mondjuk egy egész napos forgatás. Az igen, a persze, konkrétan, egész konkrétan napot a for... for. igen, igen. Hánykor igen. kellett kell jöttek érte? Tehát igen. az a forgatás csak úgy tényleg kulisszák megélásnak akkor nézzük, mert nekem azért vannak kisprősök, akik eljárnak uh, uh, biodíszletként, ahogy beszéltem, mondhatta te is, hogy sok forgatás van Magyarországon, ilyen Aha. kis, kis uh, epizód szerepekre, hanem tényleg csak ilyen kis háttér tömeg, tömegnek, hogy mondjuk ennél, amit te most legutóbb említettél, annak a forgatási napja hogy nézett ki? Hát ez úgy nézett ki ö, most mind a két esetben, hogy, hogy reggel hétkor érted jönnek, Ez még nem is olyan rossz, tehát nem ilyen négykor kell kelni, az még Igen, már olyan is volt persze. Olyan is volt. Ö, és akkor oda akkor ugye először smink, kosztüm. Közben nagyon sokat kell várni, de mégis, szóval ezért. De az, hát, em em az érzi, ember egész. Nagyon-nagyon sokat, nagyon sokat kell várni főt, így közben. Fogalmazott a esetet. De hát ezért. Ez a szakmával jár, igen. Igen, és egy nap így szóval kifizetik az egész napot, azt, azt is, az is benne van a pénzben, hogy várni kell. Hát igen, csak mondjuk valamikor hidegben így van, úgy igen. kell várni, tehát van, van ennek a szakmának azért bőven, bőven nehézség. És akkor ez volt a jelen, Jövőbeli forgatás esetleg valamit van, amit így már le van fixelve, akár még idén, jövőre? azt most még most nem élni? tudom. Azt most még nem tudom. Azt, azt a hírt kaptam most pont tegnap, hogy, hogy annak a, az a filmnek a, a Amiről azt mondtam, hogy magyarul, hogy a magyar mamát játszottam, annak lesz most majd novemberben egy ilyen kis bemutatója a, az akadémián belül. Igen, ez az, igen. És hát akkor nagyon remélem, hogy sikerült nekik mindenféle ilyen fesztiválra bejutni. Hát majd meglátom. És ez milyen terjedelmi, mekkora volumenű film? ez is egy ilyen diplomafilm, ilyen rövid film. Hát, ez is egy félórás? Ez is egy olyan félórás lehet, igen. És uh azért ö, nekünk is, én mondjuk egyre jobban megszerettem, tehát még azt mondom, hogy ilyen tíz éve nem értettem úgy igazán a rövid filmeknek a koncepcióját, de hogy egyre több nagyon jó ütős, és vannak olyan történetek, amit tényleg elég 20 percben elmesélni. Igen, hogy igen. Mondjuk ennél a kettőn ezek most friss élmények, hogy látod, hogy rövid filmként ezek működhetnek, működnek, elég, elég terjedelmet, időt kaptak ezek a karakterek, ezek a történetek egy rövid filmben? Én úgy érzem, hogy igen. Persze, hogy mind a kettőből lehetne csinálni ilyen hosszú filmet amúgy is, lehet. vagy sorozatot Amu, is. Amúgy erre volt már példa, hogy bevitt Igen, például, ba, igen. igen. ha. De én úgy gondolom, hogy hát végül is ez a feladat, ugye? A, ha e, így a ilyen diplomafilmet kell csinálni, akkor ez a feladat, hogy mesélj el egy történetet, és aztán van rá 20 perced, vagy egy fél órád. Gondolom, hogy ez pénzkérdése is, sőt, biztos vagyok benne, mert ugye egy hosszú filmet finanszírozni azt a, aztán már kett nehéz. Kettő film között, amit erről beszélünk, tehát van a, a kutató, és van a anyuka, és mm -hmm. a gyerek, tehát így ö, büdzsében volt hasonlóság, mind a kettő egy komolyabb büdzsét, már a utóbbi a, a, a Számítógépes effektus az elég komoly bücsével rendelkezhet, de ez a anyuka-lánya történet is történt, és komoly bücsével rendelkezett, azért látszott, hogy mondjuk meg kellett húzni a és nagyon sok ilyen okos, ötletes, ügyes megoldás kellett. Így ezt így, hogy tapasztaltad? Nem én, én, szóval most megmondom őszintén, hogy ilyen pontosan most ezek ezeket a dolgokat hát nem, is, nem is tudom. Én csak azt tudom mondani, hogy nagyon profi volt, szóval kapnak pénzt, kapnak büdzsét. És akkor pontosan, ugye, mert azok is lediplomáznak, aki ilyen producerként. Ez is, ez is abból a filmből? A, ez vagy? is a mama, az anyuka, igen. És az, hát az a feladatuk, hogy ebből, a, meg ebből a büdzséből ezt, meg ezt meg kell szerezni. De ez is például ezt a konyhát építették. Wow. Úgyhogy, szóval Ez, ez komoly büdzséket megtudt, Igen, szó, szóval a, a, az Osztrák Film Akadémián, Azért kapsz aztán pénzt ilyen diplomafilmekre, van egy budget, de hát azt be is kell tartani. Aztán, és ami belefér, az belefér, és ami nem, az nem. Hát az szóval... nem nem semmi, hogy egy ilyen szettet fel tudtak építeni hozzá. Akár, és ki tudja még mit építettek fel? Hát egy ilyen komplet lakást. Ah, és az hány napos forgatás, ez hány napos forgatás volt? De ez is egy ilyen. Ez is egy hosszabb, hát úgyis össze-vissza 7-8 napot, biztos ez is eltartott. De most már pontosan nem tudom, ugye, mert ez néha úgy van, hogy mit tudom én, két nap volt júniusban, és akkor, és akkor öt volt augusztusban, aztán így már most már így utólag nem ezt tudom összeszerni. Előre így látod valamennyire? Tehát hogy neked is, hogy a menetrend, próbák, bejönnek szerepek, bejönnek forratások, tehát ugye a, a én naptáram is, hát ahogy ki tud nézni, de neked így, így a naptáradat összerakni, mekkora kihívás? Azért így most mindent ö, meg tudok, hogy mondjam, szervezni. Csak időbe tudni kell, hogy például mikor akartok forgatni, ráérek-e vagy nem. Így különben, ha csak, most mondok valamit, hogy csak próba van, akkor mindig meg le, azt lehet mondani, hogy figyelj, holnap eze, vagy ezen az napon nem tudok jönni a próbára, mert itt meg ott forgatok, akkor a legtöbb rendező azt fogja mondani, hogy na jó, Persze nem a aztán a főpróbák az már más, ugye, amikor már nagyon a premier előtt áll a dolog, de így egy normális próba folyamat közben, ha két napig hiányzol, nem történik semmi. csak ugye időben minden tudni kell, és le kell fixálni, és akkor ez nem probléma. Ügyes, ugye csak így saját magamban indultam ki, hogy hát nekem is emberekkel egyeztetek, ez az adásom, hogy tényleg boldog születésnapot, mert a születésnapot után egy kép. Ez szép. Vettük volna fel, de az miatt, a, a tércsérülésem miatt csúszott el, és akár is, nem tudom, a COVID-ot említhetjük, hogy az mennyire nehezítette meg, úgy az értett, akár a forgatások, nehogy lepetegedjen az ember, nagyon komolyan kell venni, hogy ez neked ilyen szempontból, maga a COVID, az a, az a mennyi időd volt magadra pihenésként utolérni magadat, az hogy érted, meg, meg így a COVID után a forgatás menetrend protokollok, így mennyire nehéz így megtartani. Igen, szóval a COVID, én azt elejétől kezdve nagyon untam tulajdonképpen, de aztán a forgatás volt az, ami először indult újra tulajdonképpen. Mert azt nagyon hamar, főleg itt Ausztriában, meg azt hiszem Magyarországon is, ezt valahogy megoldották hogy csináltak egy ilyen higiéne konceptet, hogy hogy lehessen forgatni, ugye mindenkit állandóan leteszteltek meg minden. A színházban ez azt hiszem a mai napig nagyon nehéz, mert ugye, ha valaki beteg lesz, akkor tulajdonképpen leáll az egész, szóval ez, még most a nyáron is egy nagyon nagy téma volt, hogy nehogy valaki... Ezt szereposztással, nem tudják, vagy büdzsé miatt nem tudják megengedni maguknak? Mert azt így ki lehetne mondjuk bekelni, hogy ne legyen mondjuk elhalasztva. Igen, de ilyen a színházban, szóval ezt... Nagyon kevés. Nincs. Ezt... A, mindenki vigyázzon nagyon magára. A musicalben van, azt tudom, meg az operetteknél, mert például a folksoperban is úgy van, hogy ugye mindenki... Szóval van... Vázi ketten vannak egy szerepre, de ezt a normális színházban most úgy mondom, ez, ez ilyen tulajdonképpen nem létezik. Úgyhogy én most augusztusban kaptam el, úgyhogy most én egyszer most. Egyszer... Túlestem rajta, most azt remélem, hogy egy ideig nem fog engemet ez megint uh, zavarni, úgyhogy. hát... És az unatkozás, azt uh, hogyan sokat olvastál, edzettél, tehát hogyan próbáltál? Igen, és például azt úgy, arra például, ö, szóval kihasználtam az időt, és pont abban az időben például ez a, ez a magyar adatbázis, ez a szabad színész adatbázis, a, a, amiről beszéltem az előbb, ők ilyen, nagyon sok ilyen Zoom casting tréninget rendeztek, szóval ezeket csináltam és ilyen, többféle ilyen zoomon keresztül ilyen coaching dolgokat csináltam, újra csináltam a honlapomat, szóval így valahogy kihasználtam azért az időt, de most nagyon örülök, hogy megint normális lett az élet, szóval valamennyire. És így 2022 vége fele, még azért van két, két és fél hónap, két hónap, mert 2023-at így hogyan várod, mivel készülsz, milyen terveid vannak, akár tanulás, akár bármilyen nyitás, akár Németország fele, bármerre, tehát van valamit, hogy szeretnél megvalósítani közül távoli jövőben? Igen, hát tulajdonképpen, ami, ami ezt az évet illeti, én egyáltalán nem panaszkodhatok, szóval nagyon sok, nagyon jó munkám van. Ez a következő produkció, ami ben most ben leszek, aminek most lesz november 10-én a premierje. Ez is egy nagyon szuper dolog lesz, szóval idén nagyon sok nagyon jó pofa munkám volt, és hát nagyon szeretném, ha ez most így maradna, és így menne tovább. És azt, amit mondtam, hogy szeretnék többet Magyarországon is megint dolgozni, mert azért ez a Netflixes forgatás, ez egy nagyon jó élmény volt, ezt szeretném megvalósítani. És gondolom, szóval azt tervezem, hogy azért két-három hétig talán ott szeretnék lenni Pesten, hogy úgy személyesen is megismerkedni, talán valami workshopot csinálni, a castingosoknál személyesen bekopogni, ezt szeretném így tovább fejleszteni tulajdonképpen. Sok sikert ehhez, is, és, remélem sok forgat. Szerintem meg vannak elégedve, vagy te is mondtad, jók a magyar szakemberek, jó lehetőségek vannak, tehát, hogy ugyanúgy látnak potenciált külföldi produkciók, sőt büdzsében is azért sok minden, meg tényleg sok sok forgatás van, ezt más ismerősök is mondják, hogy folyamatosan ők Aha. is lehetnének forgatni, csak vagy időenergiába, vagy vagy hát ott hagyták ezt a szakmát, tehát valaki nem azt mondom, hogy kiöregedik benne, csak ez a sokat kell várni, furán, rugalmasnak Igen, kell Igen. lenni, azért ennek van, van áldozati faktora, de összességben remélem ez az ipar, ez, ez így fog menni, meg, meg fog, és szükség lesz emberekre, szükség lesz színészekre, és neked ugye jó német tudásod, Svájc, Németország fele, így kapcsolatokat bontogatni, segíteni, akár arra fele is menni, mert azért a német is, és a német a a fele, az, 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 a pi, az a piac, ha így lehet ezt mondani. Persze, az... bármikor, szóval én teljesen nyitott vagyok, szívesen megyek egy ideig. És... De akkor abban a szekcióba ott, ott elég, a, ahogy a honlap, meg ezek a profilok megvannak, Igen. és akkor meg-meg megtalálnak majd az egyes. Meg meg, meg, meg például ezek az adatban Bázisok is ugye, am, amiket itt mutattál, hát ez mind ilyen Németországban van tulajdonképpen ezek német dolgok. Az én, van ügynökségem is, ő itt Jó, van. a tív, munkájukat? Az ügy... Nagyon, nagyon meg vagyok elégedve vele. És ő itt van Bécsben, és hát főleg, ugye az osztrák hogy mondjam, filmeket meg meg, meg Szóval ennek az osztrák részét képviselni meg minden, de azért Németországban is azt hiszem vannak összeköttetései. De ugye az is most az utolsó két évben azért úgy volt Németországban is, hogy nagyon igyekeztek mindig olyan színészeket összekeresni bárhova, hogy legyen az a közelbe, és ne kelljen sokat utazni mert soha nem lehetett ugye tudni most két évig, hogy tudja, át tudja még lépni a határt, vagy mi jön, vagy mi lesz. Ezért ez így így is, úgy is, szóval inkább leállt, hogy mondjam. És itt a, beszéltük, hogy Magyarországon azért egyek korda stúdió sok forgatás van. Ehhez képest, nem tudom mennyire vagy itt Ausztriában mennyire dübölög a filmipar, mennyire, mennyi, sok, mennyi forgatás van? Hát, Azért nagy sokat forgatnak, lehetne több is, ami egyáltalán nincs itt ez ilyen, hogy, hogy nemzetközi produkciók, mert ugye nincsenek meg, nincs meg az infrastruktúra, nincsenek elég nagy stúdiók, szóval ez mind Magyarországon, Pesten is, meg Prágában is, ugye ott azok a Barandov stúdiók, szóval ott tudan, tudnak ezeknek a nemzetközi produkcióknak olyan infrastruktúrát nyújtani hogy szóval ahhoz képest ez ilyen bécsben nem létezik. De ezért csinálnak, forgatnak sorozatokat is, persze ott is mindenhol most spórolnak, hát nem tudom. És mondod, hogy a kollégák, tehát akik együtt végeztél, többen azért még dolgoznak, hogy ők ők Inkább kőszínházban helyezkedtek el, szabadlábon van, vagy szabad, szabadúsz szabadlában? Az, az kicsit más. Szaba, szaba, Szabadúszok, hogy így próbál, ki hogy próbálja így a karrierjét megtartani, építeni? A legtöbb szabadúszó. Ugye ez is sokkal kevesebb. A, a régen ez valahogy máshogy volt. Sokkal öm, nagyobbak voltak ezek a... a fix állások, vagyis hogy az, ezek a, szóval sokkal többen voltak ilyen fix tagok a József Stati Színházban, és például régen volt, mondok valamit, 120 színész im, a, egy, a társulatban, vagy im ensemble, és most van talán 40, vagy szóval most nagyon le van építve ez egyáltalán, úgyhogy a legtöbb színész, vagy kolléga, akik, akik Szóval akikkel én szoktam dolgozni, mi a leg, szóval legtöbb ilyen szabadúszó, te szerintem. Ha, most, ha úgy vesszük, akkor most nehezebb a színészpályán érvényesülni, karriert építeni, pályát építeni, mint mondjuk annó, amikor te kezdted, ezt így ki lehet jelenteni. Az a szám mondjuk, ez magáért beszél, Azt mond, hiszem. Hogy a szóval aki most végzi el az iskolát, és most fiatal, nagyon nehéz szerintem. Hát lehet, hogy az angol nagyon ráfekszek, és próbálnak Anglia fele, vagy más, ahol mondjuk stúdiók vannak, nagy forratások vannak, próbálnak Aha. aznak arra, tehát nem feltétlenül Európa, vagy Német nyelv de ezt csak így hasraütve mondom. Lehet, hogy az azért forgatások, hát azért Covid után azért vannak, meg, sor, meg sok sorozatot, sok mindent forgatnak, de nem, nem egyszerű. Meg főleg ez, ez a szám, hogy meglepte, hogy a kő, kőszínházaknak milyen büdzséje van, mekkora stábot, mekkora szintársulatot, társulatot tudnak fenntartani, az, az brutál, hogy fele egy harmadára lecsökkent Aha. a társulat. De bizakodjunk, is, nagyon örülök, hogy forgatásról mész, forgatásról jössz, tehát ezek, ezek jó, jó ezt hallani, és, és hát így a Netflix is hál reméljük sokat fog, vagy más nagyobb stúdiók, forgatások jönnek majd így a közelbe. Aha. Kívánom, hogy so, legyen, legyen sok szerep, meg, meg ez a szabad színész, szabad színész oldal is ott a beregisztrálásod, meg ha elküldöd, akkor ezt meg utólag berakom a videó leírásába, ha gondolod ezt a magyar, magyar profilod is legyen benne. Kedves nézőink, hallgatóink, hogyha ms ről még több mindent szeretnétek megtudni, a videó leírásában elég sok információt megtaláltok, előzetesek és társaik. Ha van kérdésetek, kommentbe írjátok meg nyugodtan, most még itt vagyunk. Egy-két pillanatig lehet, hogy arra tudunk rá tudunk nézni, tudunk válaszolni, de ebbe az adásban most ennyi fér bele. Emese, köszönöm szépen, hogy tudtál időt szánni, azt tudom, hogy az idő az egyik legdrágább valutánk, és nagyon-nagyon-nagyon nagyra értékelem, hogy, hogy el tudtam veled venni a kapcsolatot, nem is tudom, a Instagram profilodban, vagy hol, hol, hol neked, de nagyon örülök, hogy az Insta, Instáját is nagyon ajánlom, mert sok aktív vagy ott, és ezért sok mindent felraksz, de még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy be tudtál jönni, nagyon élveztem ezt a beszélgetést, figyelem, hogy merre jársz, mit csinálsz, és ha tudok, akkor szívesen elmegyek majd valamelyik valamelyik előadásodat megnézni. Kedves nézőink, hallgatóink, képanyagban, vágóképekben fáj emesét láthattátok, és innen a Bécsi Rádőrös stúdiójából hallhattátok. Emesek, köszönöm szépen, hogy itt voltál, vigyázz magadra, gyere máskor is. Én is nagyon szépen köszönöm. Kedves nézőink, hallgatóink, ha még nem tettétek meg, iratkozatok fel a csatornára, ha tetszett az adás, nyomjatok egy lájkot, like ha hasznos volt, osztátok meg ismerősétekkel, és találkozzunk egy fél óra múlva, akkor egy fesztiválról fogok három emberrel, kettő fellépővel és egy szervezővel beszélni, ez a Fekete Zaj Fesztivál. Kicsit szusszonyatok, és akkor tartsatok velünk, majd olyan negyed kor fogunk kezdeni. Addig is vigyázzatok magatokra, szép napot, sziasztok!